járdák és szennyvíztisztító közmeghallgatáson kérdezhettek a Békés Csabaiak. Felgyulladtak a fények a főtéren, meggyújtották advent első gyertyáját a Békés Csabán. Fölényes csabai siker, 4 gólt rúgva nyert az előre Ajkán. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Több mint 3000 szál cigaretta előállítására elegendő fogyasztási dohányt találtak egy autóban a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai. A pénzügyőrök Gyula és Doboz között ellenőrizték a járművet. A kocsi középső és hátsó ülés sorai között 80,5 kg-os kiszerelésű, adózatlan és jelöletlen zacskós fogyasztási dohány került elő. A sofőr elmondása szerint az egész szállítmányt saját fogyasztásra vásárolta egy ismerettentől Sarkadon. A pénzügyőrök a több mint 3 millió forint értékű fogyasztási dohányt lefoglalták, és orgazdaság miatt feljelentést tettek a NAV pénzügyi nyomozóinál. Főként út- és járdafelújítási igényekkel, valamint a csabai szennyvíztisztító miatti problémák miatt fordultak a képviselőkhöz a békéscsabaiak múlt hét csütörtökön. A grémium évente egyszer tart közmeghallgatást, ilyenkor a helyi lakosok kérhetnek, illetve kérdezhetnek a városatyáktól. Van, ahol a járdák minősége, van, ahol a kátyúk okoznak problémát az utakon. Temetőhöz bevezető, temető és a liget közötti útszakasz, az főleg most ilyen időben szinte járhatatlan. Az utakat. Természetesen azért javult a helyzet, ezt csak szinten szeretnénk kérni, a szinten tartását. Kérnénk szépen a járdákat megtekinteni, hogy nagyon sok rossz járda van. Olyan problémánk van, hogy a körgát melletti bekötő út, ami a garázsokhoz vezet, az óriási nagy lyukok vannak, 20-30 cm mély. Az önkormányzat részéről az a válasz érkezett, hogy az utak és járdák felújítását ütemezetten a rendelkezésre álló pénzügyi források tükrében végzik. Igen, hosszú lista szerepel már a kommunális felújítási igények között. Ez mindig állhat okot, hogy éppen melyik járda szakasz kerül felújításra. Ugye ezek több évre visszamenőleg már folyamatban vannak egy ütemezett formában. Nyilván a jövő évben is, amennyire az önkormányzat forrást tud biztosítani útfelújításra, járdafelújításokra, akkor azokat végre fogjuk hajtani. Volt, aki az éjszaka a belvárosban hangoskodók miatt tett panaszt. Nincs csend a Hunyadi téren. A nyáron tetszett nekem pár évvel ezelőtt írni egy kétoldalas paragrafusokkal teli válaszlevelet, de hát én ettől nem lettem boldog, és csend se lett. Mint kiderült, az eset nem egyedülálló, ám nem önkormányzati hatáskör. Amikor az úgynevezett vendégzaj, ami a közterületen valósul meg, az rendőrségi csendháborítási hatáskör. Ismét többen érkeztek a szennyvíztisztító kapcsán kialakult helyzet miatt. A szennyvíztelep védőtávolságán belül lévő tanyák ügyéhez kapcsolódnék. A rendszeresen visszatérő szakhatás miatt már évek óta nem lehetne lakott ingatlan. Az önkormányzat 5 éve tartja bizonytalanságban az érintett családokat, nem tudják, hogy maradhatnak-e, vagy el kell költözniük. Egy börtönben tudja az ember, hány évet kell kibírnia, de a mi helyzetünkben ez sajnos nem adatott meg. A városvezetés egyelőre csak arra tett ígéretet, hogy továbbra is foglalkozik a kérdéssel, de mint mondták, 6 különböző ingatlanról, ezzel párhuzamosan 6 különböző problémáról van szó. Nagyon nehéz már utána így lekorrigálni, és ugye ez a néhány év, ami elment, ennek a néhány évnek az ereje arra fordítódott, hogy megpróbáljuk kideríteni, hogy ki ezért a felelős, a kivitelező, tervező, vagy ki, de hát senki nem vállalja a felelősséget, senki. A közmeghallgatásról szóló részletes tudósításunkat a behír.hu közgyűlés rovatában olvashatják el. Advent első vasárnapján Békés Csaba főterén is meggyújtották az első gyertyát a koszorún, valamint felgyulladtak a karácsonyi fények is. Idén a Szent István teret díszítő Betlehem installáció második helyen végzett a Magyarország legszebb Betleheme pályázaton.
Idén az Esélypedagógiai Központ gyermekeinek Karácsonyi Tánc című műsora hozta el az ünnepi hangulatot Advent elsővárosi programján Békés Csaba főterén. Varga Tamás, Békés Csaba alpolgármesterek köszöntő beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a karácsonyi időszak közelettével fontos lelassítani egy kicsit, és fordítsunk több időt szeretteinkre. Ha megállunk, körbenézünk a téren, meghallgatjuk, megnézzük az iskolások, fellépő művészek műsorát, belekóstolunk a gőzölgő kakaóba, foszlós kalácsba, talán valóban megenyhül a mindennapjaink szigorúsága, feszítettsége. És ahogy említettem, ne felejtsük odafigyelni szeretteinkre, hozzátartozóinkra, szomszédainkra az ünnepi időszakban. Ne sajnáljuk az időt a beszélgetésre, közös játékra, együttlétre. Ezt követően Balogh Botond, az Esélypedagógiai Központ 8. osztályos diákja, és Nagy Ferenc, Békés Csaba alpolgármesterek közösen meggyújtották az adventi koszorú első gyertyáját, majd egy gomnyomásra felgyulladtak a karácsonyi fények a város főterén. Az eseményen kihirdették az első adventi városi gyermekrajzpályázat eredményét, amelyre 198 alkotás érkezett, és a Magyarország legszebb Betleheme díjat is átadták. A Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgató helyettese elmondta, több mint 200 pályamű érkezett a tavaly meghirdetett kiírásra. Az első helyezett pályázat Heves városban található Szent István terén, Orosz Krisztina pályázata, de a második hely megosztottan került kiadásra. Itt Békés Csabán Lenkefi Zoltán tervei alapján készült el a mögöttem látható betlehemi installáció, míg az alamegyei Vörs települése Rácz Tamásné és Pleska Gábor rajzai alapján valósult meg a betlehem. Az ünnepen a Békés Csabai Szent László utcai általános iskola diákjai és pedagógusai mézes kaláccsal lepték meg a jelenlévőket. A Csabai Advent program sorozat 0. napján szombaton az adventi kézműves vásáron színes programok várták a Csaba Parkba látogatókat. Az eseményen 36 kézműves mutatta be és árusította portékáit. A Helen Doron English Békés Csaba Oktatóközpont, a Szonya Mesesziget és a Borháló Borkereskedés a megye legnagyobb adventi vásárát rendezte meg a Csaba Parkban, amely egyúttal a főtéri advent 0. napja is volt. A szervezők a megye számos pontjáról 36 kézművest invitáltak az eseményre, akik a legkülönbözőbb portékákat hozták magukkal, így mindenki megtalálhatta az adventi időszakra való készülődéshez a dekorációkat, illetve a szeretteinek szánt ajándékokat. Megpróbáltunk minél többféle fonott terméket hozni erre a kis adventi vására mégis, hogy megmutassuk, hogy mit tudunk, hogy még létezik a kosárponás. Készültem testradírokkal, fürdősokkal, tehát ilyen naturkozmetikai termékekkel, ezen kívül ilyen kis miniszappanokkal, illetve naturtusfürdővel is. Tehát ez ugye természetesen azoknak nagyon jó, illetve nagyon hatásos, akik akár allergiásak ezekre a mindenféle kemikáliákkal teletűzdelt tusfürdőkre, illetve testradírokra akár. Dr. Krajcsovic Anita, az oktatóközpont vezetője elmondta, hogy tavaly rendezték meg első alkalommal az adventi kézműves vásárt, akkor csupán pár kézművessel. Hozzátette, az volt a céljuk, hogy az ünnepek előtt sokaknak segítsenek megtalálni a megfelelő dekorációkat, illetve karácsonyi ajándékokat. Azért tartottuk fontosnak ezt a rendezvényt, hogy a Békés Csabai és Békés megyei kézművesek, akik otthon akár a munkájuk után délutánonként különböző gyönyörű termékeket készítenek, egy helyen meg tudják mutatni azt, hogy mivel is foglalkoznak, illetve tudják árusítani a portékáikat, hogy a mai rohanó világban ne csak a tömegtermékeket tudják megvásárolni a megye lakosai, hanem ezeket az egyedi, tényleg különleges ajándékokat is. A szervezők bíznak abban, hogy jövőre tovább folytathatják a 2018-ban útnak indított kezdeményezésüket, és még több kézművesnek tudnak lehetőséget biztosítani arra, hogy megmutassák munkáikat.
Többszörös véradókat tüntettek ki Békés Csabán pénteken. A Magyar Vöröskereszt díjátadóján közel 30 aktív véradót és megyei szervezeteket is jutalmaztak. A november 27-i véradók napja alkalmából a Magyar Vöröskereszt Békés megyei szervezete az idei évben is díjazta azokat a véradókat, akik évek, évtizedek óta nyújtanak segítséget. Az ünnepségen mintegy 28 százszoros és 100 fölötti véradó, Békés megyei véradó veszi át az elismerését. Természetesen itt lesznek azok a kitüntetett és akik Budapesten átvették ezt a nagyon szép kitüntetést. Az országos véradási statisztikák az idei évben is megfelelően alakultak, hiszen a Vöröskereszt a lakosság arányosan tervezett évi 21 ezer véradót 2019-ben is sikerrel mozgósította, tette hozzá az igazgató. Miniszteri elismerésben részesült az orosházi Orbán Benő, aki több mint 140-szeres véradóként vehette át a Provita díjat. November 27-ét a Magyar Vöröskereszt 7. kongresszusán 1987-ben nyilvánították a véradók napjává. A jeles nap elsődleges célja a társadalom megbecsülésének kifejezése volt a véradók felé. Ezeket az embereket én magamban embereknek nevezem, az embertelenségben, az önzetlenségről, a szeretetről, az odaadásról, a példamutatásról adnak példát mindenkinek, és a véradás szervezőknek is a munkáját ezen a napon köszönjük meg. A véradóknak köszönhetjük, hogy műtétek nem maradnak el, hogy kismamák maradnak életben egy-egy nagy vérveszteséggel járó szülés után. A véradás tehát a társadalom közügye, tette hozzá az elnök. Az aradi fotóklub alkotásaiból nyílt tálat a lencsési közösségi házban pénteken. A kiállításon 15 szerző 50 alkotása látható. Az érdeklődők december 16-áig tekinthetik meg a képeket. A Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium növendékeinek zenés előadásával kezdődött a pénteki kiállítás megnyitó. A tárlaton összesen 50 kép látható. Takács Péter, a közösségi ház vezetője elmondta, hogy az intézményben működő Márvány fotóműhely és az aradi fotóklub kapcsolata 16 éves múltra tekint vissza. Nagyjából annak köszönhető, hogy a akkori klubvezetők, a Bazsó Imre és a Kerem Ferenc régóta ismerték egymást, és úgy gondolták, hogy szervezeti formában is felveszik egymással a kapcsolatot. Ebből alakult ki az a rendszer, hogy a Márvány fotoműhely évente egyszer bemutatkozik Aradon általában a Clio terembe, és ezt viszonozza az aradi fotóklub. Dr. Pap István nyugalmazott igazgató kiemelte, hogy az aradi szerzők munkái fontos kérdésekre hívják fel a figyelmet. Egy remek kollekciót láthatunk, egy olyan közösség munkája, ahol a portréktól kezdve Aradváros szépségeit bemutató képeken át láthatunk nagyon szép természetfotókat, és a természet szeretete, a természet védelme témája, én azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy megjelenjen a fotoművészetben egyáltalán, de a mi térségünkben meg különösen. A kiállítás december 16-áig látogatható, hétköznaponként 8 és 18 óra között a Lencsési Közösségi Ház nagy termében. Fölényes győzelmet aratott a Békés Csaba 1912 előre az Ajka otthonában a labdarúgó MB2 19. fordulójában. A csabaiak Hursány György 11-esből szerzett góljával már a 6. percben megszerezték a vezetést. A lilamezes vendégegyüttes 4 perccel később Nikola Pántovics révén megduplázta előnyét. A fehérmezes hazaiak a 38. percben szépítettek Soltész Dominik 20 méteres szabadrugás górja révén. A második félidő közepéig kiegyenlített volt a játék, a hazaiak azonban a 75. percben emberhátrányba kerültek, miután Nagy Erik utolsó védőként szabálytalankodott. A Békés Csaba 2 perccel később kihasználta az emberfölényt, egy szögletet követően már is Dominik lőtt a bal felső sarokba. A hosszabbításban újra a fiatal támadó volt eredményes, aki beállította a 4-1-es végeredményt. Az előre győzelmével feljött a tabella 10. helyére. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon.
Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!